Üdvözlök mindenkit a mai beszélgetés alkalmával. Felmerült egy kérdés az egyik videómmal kapcsolatban, illetve nem is a videóval, hanem alatta lévő fejezet címekhez való ugrási lehetőséggel kapcsolatban. Hogyan lehet ilyen fejezetekhez való ugrásos megoldást csinálni a YouTube alatt? Nyilvánvalóan kettő megoldás van, illetve több megoldás is van. Az egyik az, hogy felírod, hogy 4 perc, 19 másodperckor ez a fejezetnek itt ez a címe, és majd ide szépen beírogatod, azaz szépen begépeled a leírás rovatba az, hogy 4:2.19, tehát 4 perc 19, illetve egy kis címet adsz neki, fájlok átnevezése. Oda tudsz ugorni, hogyha erre a számra, erre az időpont értékre kattintasz. Oké, ez a legegyszerűbb megoldás, de nyilvánvalóan ehhez az embernek általában nincs kedve. Amikor elkészül egy videó, feltölti, megírja a leírást, ehhez már azért ennyit összeírogatni nincs kedve. Én úgy gondolom, hogy ennél modernabb, kényelmesebb megoldás is van a KDN Live alatt. Ezt kiemelem, hogyan oldjuk meg KDN Live alatt az ilyen fejezet címek elhelyezését nagyon egyszerűen. A KDN Live-ban van olyan lehetőség, hogyha szerkesztesz egy videót, rákattintasz az időpontokra, oda, ahova elhelyezni szeretnél egy megjegyzést, add, illetve remove megjegyzések című dolgot lehet használni, vagy a G betű lenyomásával meg tudod tenni, ez ilyen jelölők, fejezet címek, egyebek, teljesen mindegy, hogy minek nevezzük, tehát el tudsz helyezni valami jelölőt, a jelölők megvan adva, hogy hol van, időpont, ahol kattintottál, vagy manuálisan is beállíthatod, megjegyzés. A megjegyzés általában, legalábbis idáig nem szoktam átírogatni. Miért? Mert általában valóban egy jelölőnek használtam, hiszen egy-egy jelet, egy ilyen kis zászlócskát tesz oda, és akkor tudtam, hogy hova kell menni, hol kell még javítani, hol kell valamit beigazítani, vagy csinálni, beilleszteni. Nyilvánvalóan kitöltöd pontosan úgy, ahogy azt a fejezet címnek szeretnéd látni a YouTube videóba, illetve kiválasztod a kategóriát. A kategóriák hát bizony színek, illetve számok szerint vannak alapértelmezetten, a beállításoknál ezen tudsz változtatni, nem szoktam. Egy kategóriát érdemes használni a YouTube-ra szánt fejezet címek, illetve időpontok exportálására. Oké. Miután ez megvan, végeztél a videóval, és van egy csomó ilyen fejezetcímed, ebből valahogy YouTube ehető, a YouTube-ra feltehető listát kéne készíteni. Nyilvánvalóan a KDN Live-osok erre gondoltak, rákattintasz, és megteheted azt, hogy exportálod ezeket a jelölőket, exportálod, meg tudod mondani, hogy minden kategóriát szeretnél kiexportálni, nyilván ha egyet használsz, mint ahogy én, akkor ez teljesen irreleváns, hiszen az egy az mindegyik, illetve ki tudod választani azt a kategóriát, amit te szeretnél exportálni. Kétféleképp tudod kiexportálni, egy szövegfájlba ki tudod exportálni, illetve egy KDN Live-nak megfelelő ilyen, hát hogy is mondjam, szövegfájszerű, de egy kicsit bonyolultabb összetételű, akármibe is ki tudod exportálni. Én úgy gondolom, hogy nyilván nem ilyen kinézet szükséges a YouTube-hoz, tehát a sima textfájt szeretném megtenni. Van különböző formátum beállítási lehetőség, nyilván az I betűre kattintva a formátumot meg tudod változtatni, kategória nevek, kommentek, egyebek legyenek benne, alapértelmezett jó, tehát a timecode, mikor, és milyen kommentet tettünk oda, mi a zászlócskának a felirata, így a legegyszerűbb, és itt meg tudod nézni, hogy hogyan néz ki. Utána két lehetőség van, vagy kimented, nyilvánvalóan megadod a szövegfáj nevét, és akkor abban a szövegfájba eltárolja ezeket az adatokat, és onnét bemásolod a YouTube-ba a megjegyzés leírás rovatba, és aztán ugyanolyan szép lesz, használható lesz, mint másnak. A következő gondolat az, hogy nyilván, hogyha én felrakosgatok valamit, akkor nem szövegfájba szeretném kimenteni, abból kimásolni és beilleszteni, hanem használni lehet a másolt, a vágólapra című dolgot, nyilván akkor rögtön be tudod illeszteni. Beilleszted, és utána ugyanolyan jól használható, egy picit a nézők fele kedvesség, hiszen lehet olyan, akit a felvezető szöveg nem érdekel, vagy esetlegesen egy-egy témakört, egy-egy résztémát, egy-egy fejezetet szeretne csak meghallgatni, ő oda tud ugorni és tudja használni. Szerintem nagyon egyszerű, és nagyon-nagyon jó dolog,
hogy a KDN Live készítői erre rákoncentráltak, adják ezt a lehetőséget, hogyha már használjuk ezeket a jelölőket, zászlókat, illetve hozzáteszünk kommenteket, leírásokat, egyebeket, akkor már azt tudjuk felhasználni. Hova? A YouTube videónkba. Szuper dolog! Hát köszönöm szépen, hogy meghallgattatok. Sziasztok!